Van egy termékünk, úgy hívják, hogy echinaciás tinktúra. Most ebből két dolog nem feltétlenül világos mindenkinek. Egyrészt, hogy mi az echinácia, másrészt, hogy mi a tinktúra. Az echinácia az egy gyógynövény, többféle fajtája van ennek a családnak. Van kasvirág, azt jelenti. Biztos ismerik ezt a kicsit kupszerű, nagyon szép rózsaszín, ilyesmi rózsaszín szirmai vannak a virágnak, és nagyon jó immunerősítő hatása van. Van keskenylevelű kasvirág, meg van bíborlevelű kasvirág, tehát az echinácia kasvirágot jelent. A tinktúra pedig kivonatot, ebben az esetben alkoholos kivonatot. Vannak hatóanyagok, amik alkoholban oldódnak, vannak, amik vízben, vannak, amelyek zsírokban. Az alkoholos kivonatban azok a gyógynövények, azok a hatóanyagok vannak, amik értelemszerűen, amik alkoholban oldódnak ki. Ez az echinácias tinktúra, ez rendkívül jó immunerősítő hatással rendelkezik. Ez egy keverék egyébként, többféle gyógynövény is van benne. Van benne lándzsásúti fű, aminek szintén van ilyen tulajdonsága. Tettük bele homoktövist, aminek sejtvédő antioxidáns hatása van. Van benne csipkebogyó. A csipkebogyóban rengeteg C-vitamin van, ami megőrződik az alkoholos kivonatban is. Ezt ajánljuk mindenkinek, aki az immunrendszerét erősíteni szeretné. Naponta háromszor kell 20 cseppet venni belőle. A tinktúrának az a jó tulajdonsága is megvan, hogy bele lehet csapni a táskába, a zsebbe, ha az ember kirándulni megy, vagy olyan helyen dolgozik, vagy olyan helyre megy, ahol nem tud teákat készíteni, akkor ezzel a tinktúrával nagyon jól tudja védeni az egészségét. Úgyhogy ajánlom mindenkinek a téli időszakokban is, meg a mostani vírusos korszakban egyébként bármikor, megelőzésre is, vagy pedig immunrendszeri problémák esetén is. Vigyázzanak továbbra is magukra, mindenkinek jó egészséget kívánok!